Az Arabona Racing Team tagjai tavaly építették ezt az autót, amivel szép eredményeket értek el a Formula Student versenysorozaton. Ez egyébként alapjaiban hasonlít a Forma 1-re. A különbség, hogy itt egyetemi diákok alkotják a csapatokat, ők a tervezők, az építők és a pilóták is. Az Arabona Racing Team tavaly Magyarország legjobb csapataként végzett, de a tagok idén sem ülnek babérjaikon. Tanulva az elmúlt évek kisebb hibáiból, egy teljesen új versenyautót építenek. Az első és legfontosabb, hogy az autótömegén csökkentsünk, ez sikerült is. Jelenlegi reális számítások alapján 25 kilóval lesz könnyebb az autónk a tavalyinál, ez kb. 180 kg-ot fog jelenteni. Ami még változni fog, az autó külalakja. Nagyon szeretnénk az autót széppé tenni, olyanná, amire az emberek felkapják a fejüket. Ez lesz, ami egy fontos változás lesz, illetve szeretnénk az autó tapadásán javítani, ugyanis tavaly ezzel voltak problémáink, hogy sajnos a motorerőt nem tudtuk kellőképpen levinni a talajra. Ezek lesznek a fő változások. Egy egyhengeres KTM 500XC motornak a blokkját használtuk fel ebben. Ez egy belső égésű motor, 500 köbcentis. A csapatban mindenkinek megvan a feladata. A felmerülő kérdésekben például, hogy milyen is legyen az autó, közösen döntenek. Az építési folyamatot hosszas tervezés előzte meg. A tervezési folyamat az 2014. szeptemberében kezdődött. Ez egészen tartott decemberig. Akkor volt egy Design Freeze nevű eseményünk, amikor a tervezési folyamatot lezártuk. Onnantól kezdve gyakorlatilag az alkatrészek beszerzése, az alapanyagok beszerzése, illetve az egyedi gyártott alkatrészeknek a gyártásba küldése és utána ellenőrzése folyt. Jelenleg ott járunk, hogy elkészült a 2015-ös autóváza, illetve több futóműelem, illetve az összes olyan alkatrész, amit Európából vagy a tengeren túlról rendeltünk, már megérkezett. Ez pedig itt már az új autóváza, ami a tervek szerint, ha elkészül, így fog majd kinézni. 28 egyetemista alkotja a csapatot, ebből 5-en vezethetik az autót. A pilótáknak külön étrendet és edzéstervet kell követniük, hogy az idei megmérettetéseken is a legjobb formájukat hozzák. Az idei évben 3 versenyen indulunk. A magyar verseny az első, így szeretnénk megvédeni azt a címet, hogy mi vagyunk a legjobb magyar csapat. Utána megyünk Csehországba 2 héttel később. Ott egy nagyobb nemzetközi szintéren szeretnénk megmérettetni magunkat. Szeretnénk az első harmadban végezni. Illetve egy héttel később Olaszországban ez egy fajta tesztverseny lesz, ahol az újonosult csapattagjainkat szeretnénk elsősorban szerepeltetni. Itt a tisztes helytállás, illetve szeretnénk, hogyha szintén az első harmadban végeznénk. Az autón körülbelül még 1-1,5 hónapot dolgoznak a hallgatók, június végén pedig hivatalosan is bemutatják azt.